Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás április 2-áig. Először is elmondanám azt, hogy mit üzennek a csillagok. Március 28-án a Hold és Mars bolygó együtt hat. A Hold az jelenteti az anyai témákat is, de utal az érzelmekre. Mivel Mars bolygó az úgy gyorsan mozog, tehát ilyen tüzes energia, lehet, hogy valamit meggondolatlanul kimondunk vagy cselekszünk, és úgy érezzük, hogy ezzel megbántottunk másokat. Az is lehet, hogy mások cselekednek meggondolatlanul, és mi sértődünk meg. Mars bolygó nem csak ezt az impulzust, ezt az energiát jelenti, ami nálunk hölgyeknél is megvan, hanem Mars bolygó jelenti a férfiakat. És mivel a Hold kihat rájuk, ezek lehetnek anyai témák. De a Hold jelenti az érzelmeket, és a férfiak olyan nyitottan kimutatják az érzelmeiket. Ez lehet jó is, lehet kellemetlen is, ha ők meg gondolatlanul cselekednek. Ugyanezen a napon, tehát március 28-án Jupiter bolygó és Merkur bolygó együtt hat. Jupiter bolygó az jelenti a lehetőségeket, gyakran szerencsét hoz, de lehet egy bírósági ügy is. És Merkur bolygó az jelenti a kommunikációt, a cselekvéseket, tehát ha egy bírósági ügy van, akkor itt lesz egy szerződés, vagy egy dokumentum, itt akkor majd úgy előre mennek a dolgok. Jupiter bolygó az jelenti a lehetőségeket, és ez lehet egy jó ajánlat. Március 31-én Vénusz bolygó eléri Uránusz bolygót. Vénusz bolygó kihat ránk hölgyekre, és Uránusz bolygó jelent egy meglepetést, egy olyan helyzetet, amire nem számítunk. Jelenthet változásokat is nálunk hölgyeknél. De Vénusz bolygó az szimbolizálja a párkapcsolatot, a szerelmet is, ott is lehetnek változások. Ezen a napon Merkur bolygó közel van a naphoz. Előre mennek a dolgok, láthatóvá lesz valami, a nap besugároz bizonyos témákat, és Merkur bolygó ez majd közli velünk, tehát tisztázódik valami. Ezen a napon, 31-én van egy Lilith energiamező, az azt jelenti, a Hold eléri azt a pontot a pályáján, ami nagyon messze van a Földtől. És itt vannak álmok, vágyak, elképzelések, de mivel nagyon messze van a reális dolgoktól, úgy érezzük, hogy ez az álom nem lehet megvalósítani. Vagy azt is jelentheti, hogy mások mondják azt, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Ilyen helyzetben kell erősíteni a belső hitünket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a férfi itt látható, jelenti a férfiakat, vagy jelentheti a lelki társadat is. Ő elfordul a kígyótól. Ez a kígyó lehet egy hölgy. De mivel hátat fordít neki, nem akar ezzel a nővel foglalkozni, sőt, kettőjük között megjelenik a kasza, és ez válásra utal, vagy ez a férfi lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel. De a kígyó azért figyelgeti őt, tehát ez a nő még figyeli őt, és a nő mellett megjelenik az ostor, tehát ez a nő tervez valamit, útban van hozzá, és meg akarja bántani, meg akarja sérteni. De ez a férfi elfordul tőle.
Ennek ellenére itt van előtte ez a torony, valahogy úgy mégis fogva érzi magát, ki akar lépni ebből a helyzetből, lehet, hogy úgy gondolta, ez a szakítás sokkal könnyebb lesz, és mivel ez a nő megnehezíti a dolgokat, itt a torony jelenti nála korlátozásokat is. Amit a torony még jelenthet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, akkor tényleg lehet a válás. Itt vannak az utak, ami azt jelenti, hogy ő egy új irányba fog tekinteni. Itt ez a torony fogva tartja őt, mint egy labirintus, itt is látható a labirintus, ő keres egy megoldást, keres egy kiútat, sikerülni fog, mert ez a gyermek utal egy új kezdetre, és itt ez a kép jelenti a mozgást, úgy előre mennek az események. Ez a virágcsokor lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy jó munkahelyi szerződés, vagy ajánlat, de szimbolizál téged, mint hölgyet, mert a virágcsokor jelenti a nőiességet, jelenti a szépséget. Tehát ez a kép rád utal, ha te egy hölgy vagy. Itt is lesz egy jó hír, egy meglepetés, és itt a horgony jelenthet egy új kezdetet a párkapcsolatban, egy stabil párkapcsolat, ahol le tudtok horgonyozni, de ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Ebben az esetben ez a levél lehet egy munkahelyi szerződés, sőt már áprilisban, és ez szerencsét hoz, itt lesznek változások, lesz egy új irány. Ami őt illet, így felét fordul, itt látható, hogy tisztázódik valami, a gyermek jelentheti a gyermekeket is, de szimbolizál egy új kezdetet. Itt lesz egy jó hír, a szerencse, és itt a medve az jelentheti az élet erőt, hogy te adsz erőt számára. Ő itt egy nehéz helyzetben van, tehát te tudsz segíteni neki. Ami a munkát, a hivatást illeti, hiszen ez a kártya ezt is jelentheti, akkor ez a medve az ő főnöke. Persze a medve veled is összefüggésben áll, tehát lehet a te főnököd is. Itt lesz egy jó hír, a szerencse, tisztázódik valami. A Lenormand kártyánál ez a virág szimbolizálja a testi kapcsolatot is, és ő ebbe az irányba tekint, tehát van ilyen szándék is a részéről. Ami fontos, így ennél a jóslásnál lesznek döntések, egy új irány, előre mennek a dolgok, itt van a szerencse, a szerelemben is, hiszen az ad erőt számotokra, de lesz egy jó munkahelyi ajánlat is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!